2011-től minden évben a Krúdi napok keretein belül emlékeznek meg Nyíregyháza híres szülöttéről. A posztumusz díszpolgári címmel is rendelkező Krúdi Gyula 1878. október 21-én látta meg a napvilágot Nyíregyházán. Szent István utcai szülőházának falát az ünnepség kezdetén megkoszorúzták, majd a Kossuth gimnáziumnál emlékeztek az íróra. Én októberben születtem, amikor dúsan, füstösen pipázik a kémény a dércsíkte háztetén. Nincsenek megtelt lombok, széles szuknyájú szülőtőkék, amelyek a kilátást megállítják. Az ünnepség a Szénbád írójának Besenyei téri szobránál folytatódott, ahol a Krúdi Gyula gimnázium tanulói adtak ünnepi műsort. Ebben felidézték az író munkásságát, amelyre méltán lehetnek büszkék a nyíregyháziak. Krúdi Gyula egy nehezen érthető, tollal rendelkező, bár nagyon tehetséges ember volt, egy nagyon nehéz sorsú személy, akit az élet az nem nagyon kegyelt, ugye nagyon nagy szegénységben fejezte be életét. Kevés olyan nyíregyházi, nemzetközileg és hazailag is elismert ember van, aki egykor nemzeti tantervünknek vagy tantervünknek a része volt, egyike az Krúdi Gyula, aki akár történelmi, akár más kisebb-nagyobb írásaiban vagy regényeiben nagyon szépen érzékeltette azt a világot, ami egyrészt itt Nyíregyházát, a Nyíregyházát körülvevő szellemiséget és kultúrát jellemezte. Krúdi Gyula életművét a nyíregyházi iskolások is fontosnak tartják. Nyíregyházának nem sok írója nemzetközileg is elismert, viszont Krúdi Gyula ezen kevés személyek közé tartozik, így igazán fontos, hogy megemlékezzünk rá minden évben. A megemlékezések mellett pénteken kiállítások, zenés irodalmi előadások és filmvetítés várta az érdeklődőket. A rendezvénysorozat szombaton a Kossuth téren folytatódik, akkor omnibuszos városnézéssel, tematikus előadásokkal és gyermekprogramokkal emlékeznek meg Krúdi Gyuláról.